Tisztelt Közgyűlés, folytatjuk a munkánkat, addig kérem a két számlálót, hogy elosztva az időt, egy a területet, számolja meg a jelenlévőket pontosan menni. A hozzászólásokhoz mobil mikrofont fogunk átadni, tehát nem kell kiabálni, mindenki megkapja és elmondhatja véleményt. Kérem, hogy összefoglalva, összefogottan mondják el a véleményüket. A vita megkezdése előtt azonban figyelmet fölhívtak egy mulasztásra, aminek most az kötelességem van eleget tenni. Méghozzá nem más, mint a etikai, a jogi és etikai bizottság beszámolója által fogalmazott valami, ezt én felolvasom. Tehát 2013-as évben bizottságunk rendszeresen meghívást kapott az elnökség ülésekre, melyeken lehetőség szerint rendszeresen tanácskozási joggal részt vettek. Biztos bizottságunk 2013 évben három fővel végezte munkáját, sajnos időközben bizottságunk egyik tagja elhalálozott, ezért 2014 évben bizottságunk csak új tagok választás esetén működhet alapszabály szerint. Mivel az alapszabály 5 tagú bizottságot ír elő, bizottságunk 2013 évben vizsgálatot nem folytatott, az elnökség felé intézési javaslatot nem ért. Kérem beszámolom elfogadását. Tehát ez volt a beszámoló. Ez egy küldött érdekezet. Tehát a közgyűlés, mint fogalom, nem helyes. Szeretném megemlíteni azt is, hogy a meghívó hibás nem teljes. Ugyanis a helyzet az, hogy illet volna zárójelbe tenni a létesítményt a helyszínt, a régi nevén HEMO, nagyon sokan nem tudták, hogy hova kell menni. A harmadik pedig, ha a Várkolotai Rendőrkapitányság a saját hatástól és jogkörében eljáró az egyik polgárőr tagunknak nem ad adományos szendőrt keresztet, akkor az eddigi elhangzottak alapján azt vélelmezhetjük sokan, hogy a Várkolotai járás a Veszprém megyei Polgárőr Szövetség térképén már Fejér megyéhez tartozik.